Nagy szeretettel köszöntöm az NTGM Podcast hallgatóit. Én Regős László vagyok, és ma Lappincs Leventével fogok beszélgetni. Méghozzá az amatőr fociról, hiszen amellett, hogy mind a ketten az NTGM sportúságíró szakán végeztünk ősszel, mind a ketten szerepet vállalunk az amatőr labdarúgásban. Levente egy megye kettes, egy Győrmoson, Sopron megyei másodosztályú csapatnál, én pedig egy budapesti harmadosztályú csapatnál ö, dolgozok. Kezdjük azzal rögtön, Levi, hogy mik a céljai az amatőr focinak, és itt le lehet bontani három-négy külön esetre, elsőként például az arra, hogy az sportolónak mik a céljai az amatőr fociban. Én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát ugye a sportolónak nyilván elsődleges célja az lehet, hogy, hogy egészséges legyen, és hobbi tevékenységként űzön egy olyan sportot, amit ő nagyon szeret, ez jelen esetben ugye a labdarúgás, de mint minden sportoló, az amatőr sportoló is sikereket akar elérni és nyerni akar. Tehát azért indulnak el, vagy azért mennek el focizni szerinted a sportolók, illetve az amatőr sportolók, hogy megnyerjék a megye kettőt, a budapesti negyedosztályt, amellett, hogy a mondjuk közösségelményben is legyen részük? A közösségi élmény nagyon fontos. Ugye a MLS-nek és a FIFA-nak van az úgynevezett Grassroots programja, amely arról szól, hogy mindenki tudjon játszani, focizni. Ugye egyébként ahol én dolgozok, annak az Egyesületnek a, a hitvallása is az, hogy nálunk mindenki labdába rúghat, Ez egy úgy gondolom, hogy nagyon fontos és szép eszme, de természetesen olyan szemlélettel, amit nagyon sokan hangoztatnak, hogy hogy nem az eredmény a fontos, azzal nem lehet százszázalékosan azonosulni, hiszen azért ez mégis sport, valahol muszáj lemérni a teljesítményt. Ezzel egyébként egyetértek, mert mindenki, ez nem csak sportba, sportra igaz szerintem, hanem az életnek még több területére is, hogy mindenki a maximumot akarja kihozni magából, és mindenki sikereket akar elérni, és az amatőr sportban szerintem, nem tudom, hogy ezzel te egyetért de remélem igen, azért, azért emelkedik ki ez az egész, vagy azért fontos ez az egész, mert, mert annyi szintje van az amatőr sportnak, az amatőr focinak is, akár nagy akár kis mert ugye itt kis pályáról is lehet beszélni, hogy, hogy tulajdonképpen mindenki, aki, aki szereti a futballt, az meg, meg tudja találni a saját szintjét. Igen, természetesen. Egyébként, ha itt közszereket akarunk puffogtatni, hogyha nem akarsz nyerni, vagy valami, ne, valamiben nem akarsz jó lenni, akkor ne is állj neki, és hogy te is mondtad, az élet minden területére alkalmas és ez a, a, mondat, de egyébként azt úgy vettem észre, hogy aki nem akar teljesíteni, azt még az legalacsonyabb szinten is kiveti magából az adott társaság, és ez szerintem nem csak a labdarúgás, hanem minden sportágra érvényes. Viszont a labdarúgás ugye csapatsport, úgyhogy ahhoz, hogy ezt a sportot űzze valaki, ahhoz muszáj elmenni egy egyesülethez. Ennek az egyesületnek, és itt áttérünk a következő szintre, egy egyesületnek milyen céljai, céljai lehetnek az amatőr focival? Hát, hogyha hülyeskedni akarok, akkor azt mondanám, hogy minél több taós támogatást vegyen fel. Itt ez zárójel természetesen, sajnos egyébként erről is lehet hallani. Igazság szerint, hogy mi a célod? Nálunk az a cél, ahogy említettem is, hogy mindenkit, mindenkinek biztosítsunk sportolási lehetőséget, viszont akik komoly tehetségnek tűnnek, hiszen gyerekekről beszélünk leginkább a kezdeti időszakban, azokat viszont segítsük ahhoz, hogy komolyabb központokhoz, tehetségközpontokhoz kerüljenek, és a lehető legtöbbet tudják majd magukból kihozni. Akik viszont ott maradnak nálunk, azokkal az a célunk, hogy megtartsuk őket az Egyesületnek, sajnos ez nagyon-nagyon nehéz egy bizonyos kor, életkor után. Mi lehet ennek az oka, szerinted, hogy a gyerekeket elveszítitek? Egyébként ez nem csak nálunk, hanem, és nem is csak regionális probléma, hanem szerintem országos, mivel akkor már az a, tehát annyi, annyi inger érje a gyerekeket, amelyekkel nehéz versenyre kelni, de Elsőtleges szempont nem is az, hogy hogy mi versenyre keljünk ezekkel a, a különböző ingerekkel, tehát a számítástechnika fejlődésével és a többivel, hanem inkább az, hogy aki igazán szeret, azt ne akarjuk, igazán tehetséges, azt tartsuk meg. A probléma egyébként nem csak ebből, vagy emiatt áll fent, hanem azért is, mert sok esetben a szülők hozzáállása nem megfelelő. Térjünk vissza picit az egyesületekre, mert elkanyarodtunk. Uh, ugye mondtad, hogy nálatok az az egyik fő cél, hogy, hogy minél több embernek, minél több fiatalnak, gyereknek biztosítsatok sportolási lehetőséget. Azért érdekes szerintem az amatőr foci, azért is érdekes, mert egy bajnokságban indul mondjuk 12-16 csapat, ez ugye bajnoksága válogatja, és vannak olyan csapatok, amelyeknek az a céljuk, hogy magasabb osztályba jussanak, azok, akik esetleg fizetik is a játékosokat, ugye ez ezzel már nem amatőrfoci, az a foci, de ez, ez megint egy bonyolultabb kérdéskör. Igen, erről legalább még egy órát tudnak beszélgetni. És ö, ilyen csapatok ö, csapnak össze hétvégéről hétvégére olyanokkal, ahol tényleg csak a, a sport öröme és a, és a kikapcsolódás, a szórakozás és a sportolási lehetőség a, a, a cél. Tehát ez, ez a, a profiknál azért nem így van, mert ott mindenkinek a teljesítmény, minden, minden csapat teljesítmény orientált. Igen, ugye erre szokták azt mondani, hogy attól kérhet számon bármit, akinek fizetsz is. Tehát aki kap valamilyen juttatást, attól már igenis számon lehet kérni azt, hogy milyen teljesítményt nyújtott a pályán, vagy akár az edzéseken. Ha nem fizetsz, akkor ö, tulajdonképpen ott az egyetlen egy számonkérés, erről az a közösségnek a számonkérő ereje hogy kiveti önmagából azt, akinek nem megfelelő a hozzása, hozzáállása. Ugyanakkor itt valamilyen szempontból a egy, egy szinten lejjebb, még ahol ugye a tagdíjat fizetnek a játékosok azért, hogy focizanak, abban az esetben meg ők kérhetnék számon esetleg az edzőt, hogy ő is ugyanúgy fizeti a tagdíjat, ugyanúgy jár hét hétről hétre edzésre, és esetleg mégis kevesebb időt tölt a pályán, mert nyilván valamilyen szempontból teljesítményorientált a leges-leges-legalsó liga is. Természetesen, hogy ez egy örök kérdés, hogy ki, ki játszon, kit játszasson a szinten, az, szinten az, aki a legjobb, de esetleg a hozzáállása nem példamutató, vagy azt a lelkes botlábút, aki, aki minden edzésen ott van, és neki megy a betonfalnak, is kiarapja a labdát, hogyha arról van szó, vele viszont valószínűleg eredményt nem lehet elérni. Ugorjunk a következő szintre, szerintem. A sport egyesületek, illetve az amatőr foci Társadalmi szerepére, hogy milyen szerepet töltesz be esetleg egy helyi közösségben, az adott faluban, az adott községben, vagy akár egy városban, egy kerületben. Nálatok például, hogy viszonyulnak a, a település polgárai vagy lakosai a sportcsapathoz? Ugye, mióta létezik a TAO, úgy vettem észre, hogy nagyon sokan ellenségesek az a matőrlabdarúgással szemben ami egyébként szerintem helytelen megközelítésmód, hiszen a különböző, különböző juttatásokat mondjuk nem a felnőtt fotista kapja, jó esetben, ezt is hozzá kell tenni. Az meg, hogy a gyerekek kapnak lehetőséget sportolni, az szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog. De összességében, hogyha mögöttem álló 20x évet nézem amatőr futballba, akkor, akkor én úgy gondolom, hogy a labdarúgásnak minden egyes településen vagy város részben komoly identitás formáló szerepe van, közösségi élményt nyújt. Az, hogy hétvégéről hétvégére összegyűlik a farunépe és megnézi az, a csapat meccseit? Persze, hiszen ez a mi kutyánk kölyke effektus, ez nagyon-nagyon fontos tényleg bármilyen, bármilyen környezetbe is vagy közösségbe, a nagypapa kimegy megnézni az unokáját, a, a szomszédlány kimegy megnézni a helyes szomszédfiút, és ezáltal alkotnak majd egy közösséget, és közösen tudnak örülni, vagy búslakultni egy-egy mérkőzés után. Mennyire van jelen még ez a vidéki megyei bajnokságokban, hogy, hogy tényleg egy tulajdonképpen egy ünnepnap az, hogy vasárnap délután, vagy szombat délután játszik a helyi csapat, mert Budapesten ez ö, nyilván a, a város adottságaihoz, vagy adottságaitól függően ez, ez, azért nagyon nem így működik. Hát úgy vettem észre, hogy sajnos mi vidéken is kezdünk kicsit hasonlítani. Ezek szerint ez a, a, budapesti szokáshoz, vagy, vagy jelenséghez. Nyilván nagyon sokat számít, hogyha a helyi csapatnak jól megy, akkor azért többen kíváncsiak rá, de sokkal hamarabb jelentkeznek most már a, a kritikus hangok, a szurkolók részéről is, hogyha esetleg gyengébb a szezon. Azt vettem észre, hogy, hogy úgymond kopnak ki, vagy hát ki kell mondani, halnak ki azok a régi öreg szurkoló bácsikák, akik valamikor még ők is esetleg fociztak, és annyira kötődnek az adott egyesülethez, hogy csak azért is kimentek. A mai, azt mondom, hogy 30-as korosztály már nem szívesen jár ki mondjuk meccset nézni. De ugyanúgy számon kérik a szurkolók a megyei csapaton a rossz teljesítményt, mint ahogy azt mondjuk a, az internetes fórumokon látjuk egy-egy 1 es NB2-es csapatnál? Nem tudom, meccs után lehet, hogy a helyi sportbüfébe, vagy kocsmába, vagy étterembe mondogatnak oda a rosszabb teljesítmény után és nyilván a mindennapokban ez azért, azért meghatározza egy falunak az életét, még akkor is, hogyha, hogyha a labdarúgás már nem annyira fontos sok embernek, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt. Mert ez nálunk, meg megint máshogy van itt Budapesten, a legtöbb csapatnál valószínűleg, vagy a legtöbb csapatra ez valószínűleg igaz, nekünk a szurkolóink tulajdonképpen a barátaink, a családtagjaink, és érthető módon ők nem állnak oda a meccs után, vagy meg nem kezdenek el fújolni a meccs után, amikor mondjuk ö, kikaptunk, mert sajnos előfordul ilyen is. Ö, de csak ritkán. Ritkán, persze. De de nyilván velük is megbeszéljük a, megbeszéljük, hogyha kim voltak a meccsen, megbeszéljük, hogy mi történt, hogy ő, ők hogy látták, esetleg még azt is, hogy miért nem ez kezdett, miért az kezdett, miért nem játszik ö, a, az egyik csapattársunk, de ez Budapesten már, már nincsen meg egyáltalán ö, Nincsen tulajdonképpen sok csapat elvesztette az identitását a, a, az elmúlt időben, hiszen régen Budapesten is kötődtek egy-egy kerülethez, elég erőteljesen egy-egy gyárhoz esetleg, vagy, vagy üzemhez. És most ezek a tradicionálisan nagy csapatok. Jök értelenek lettek, igen, ezek a, ezek a csapatok, mert nem, a, nem az adott üzem dolgozó játszanak ott, nem az ő, 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 családtagjuk megy ki. Egy kerületben már, ö, nem tudom, a 50-es, 60-as években az amatőr sportban, amikor a kerületek még, még, sokkal önállóbbak voltak, mert nemrég csatolták őket, mondjuk Budapesthez, akkor még meg volt ez a, ez a vidéki jellemzője. Valószínűleg ö, nem csak a sportcsapatoknál, hanem az egész társadalomban régen azt szokták mondani, hogy aki valamelyik településen vagy városrészben született, az bárhova is veti a sors, mindig, mindig bakony lesz, most csak mondtam valamit. De egyébként, amit, amiről beszélsz, ez az országos jelenség, hiszen, hogyha megnézzük a, a fellapozunk egy, egy 60-as évekbeli nemzeti sportot, vagy népsportot, akkor azért ott olyan csapatnevekkel találkozunk, amelyekről szerintem már a nálam idősebbekre nagyon tudnak mit mondani, esetleg hallottak valahol, hogy volt ilyen is. Van egy másik aspektus, amiről szeretnénk beszélni, és ez elég szorosan kapcsolódik ahhoz, amit most elmondtál, méghozzá az, hogy fogynak a klubok, hiszen a társadalmat tulajdonképpen leképezi az amatőrfutball. Igen, Magyarország sajnos ugye nagyon régóta elöregedő társadalom, bár ugye próbálnak ez ellen tenni, de a sportban is kifejezetten a labdarúgásban, hiszen mégiscsak a legnépszerű, legnépszerű sport, Ugyanazok a problémák megjelennek, mint a társadalom egyéb, egyéb szegmenseibe, és ez a csapatok eltűnése, az utánpótlás létszámának csökkenése, ami egyértelmű, hogy nem jó irányba viszi a magyar labdarúgást. Ráadásul, ugye, az egyik ből következik a másik, mert ha nincsen fiatal, akkor kitraksz be majd a csapatba, amikor amikor a nagy, nagy öregek már visszavonulnak igen, erre szokták, szokták az, erre szokták azt mondani, hogy nem tudok egyből 17 éves gyereket csinálni. Hát ugye gondolkodtál volna előre. De hát sajnos ez nem mindig így működik. Sok ö, közösségi médián található oldal foglalkozik az Amatőr focival, és és ebből az egyik a kutató, nem tudom, hogy mennyire igen, ismered? Igen, ismerem. Ö, ott azért pozitív példákat is lehet látni. Ö, olyan helyekre jár el, olyan ö, pályákat néz meg, és meccseket néz meg, ahol még úgy, ahogy virágzik az, az élet a pályák mellett, viszont van egy másik oldala is, nekem az egyik ilyen példám a Baranyai Futball Hátország nevű oldal, ahol meg szinte hétről hétre lehet olvasni, hogy még egy csapat lépett vissza, mert, mert nem tudják folytatni a, a, a bajnokságot. Most a jelenlegi gazdasági helyzet ez mennyiben nehezíti meg egy, egy, megyei csapat életét? Hát nagyon megnehezíti. Amit én hallottam tőlünk Győrmoson Sopron megyébe a többi klubvezetőtől, hogy az edzés, edzés lehetőségek így télen korlátozódtak, vagy esetleg sok helyen teljesen meg is szűntek. Ugye a, világítást nem lehet használni teremben, nem lehet fűteni. nyilván gyerekeket nem viszel be a füttetlen terembe, de hogyha be is viszed, ott is előfordul, hogy nincsen mondjuk villányvilágítás, ugye fél kor már sötét volt az elmúlt időszakban, tehát nagyba befolyásolja, és ez sajnos úgy néz ki, hogy kicsit fel is gyorsítja ezt a, ezt a negatív tendenciát, hogy fogy a gyermekek száma labdarúgásból. Tehát most veszélyes időket él. A megyei foci, a gazdasági válság által? A megyei foci mindig veszélyes időket él, mióta én bármilyen szerepet is vállalok benne, hiszen folyton ugyanazokat a problémákat járjuk körül, és egyébként nem is sikerült őket teljes mértékig mego megoldani. Én úgy gondolom, hogy a problémák gyökerét nem feltétlenül azzal tudnánk kitépni, hogy, hogy támogatjuk pluszba ezeket a úgymond utánpótlás nevelő, egyesületeket, mint ahol én is dolgozok, hanem szerintem a szemléletváltás lenne a fontosabb, tehát ha az óvodában az óvónéni már normálisan tudja megszerettetni a mozgást a gyerekkel, akkor valószínűleg ő ezt nem fogja egy kudarcként megélni. Ha a szülővel megszerettették volna a mozgást annak idején, amit most már nem lehet nyilván megcsinálni egy 20-30 éves szülővel szemben, akkor a szülő nem csak azért vinni el a gyereket az edzésre, meg a bozsik tornákra, hogy addig se legyen otthon, és addig se kelljen vele foglalkozni. Tehát, itt Tehát az egész társadalomban kéne egy gyökeres változás. Abszolút, abszolút, és akkor, és akkor működne. Hát ugye meg lehet nézni itt a környező országokban, nálunk szegényebb országokban, hogy, hogy miért működnek jobban ezek, a, ezek az utánpótlás képző műhelyek, ahol konkrétan nem is ilyen modellel dolgoznak. Egyszerűen kevesebb a lehetőség, hogy elvigye a gyereket egy másik irányba, és a szülőket se vitte el abszolút semmi se. Tehát mindig imádták a sportot. Ez Budapesten, más visszatérve a gazdasági helyzetre, hogy legyen meg a Budapest vidék összehasonlítás, hogyha már mind a két terep képviselve van itt a stúdióban. Tehát Budapesten talán azért van kevésbé veszély, veszélyben az amatőrsport, egyrészt mert ö, akik elmennek vidékről, azok általában Budapestre jönnek, tehát ö, ö, itt keresnek esetleg magukat, csapatot, maguknak csapatot azok a játékosok, akik ott hagyják a, az anyaegyesületüket, vagy a szülőfalujuk csapatát. Másrészt meg itt a gazdasági helyzetet tekintve, itt legtöbb esetben nem a klub tartja fönn a létesítményt, hanem pályabérlés zajlik mi csapatunk is pályát bérel, nem tudom, hogy hány másik csapat játszik még ugyanott, de nagyon sok, és a pálya pedig addig nem, vagy a pálya nem zár be, hiszen tulajdonképpen ebből élnek nyilván a pálya tulajdonosai. Mi meg tudjuk fizetni a pálya bérleti díjat, hiszen sok kicsi sokra megy a tagdíjból összeadódik, úgyhogy ebből a szempontból is vagy ebből a szempontból talán előnyösebb helyzetben van a, a budapesti amatőrfoci, foci, mert az identitásképző képző szerepben ugyanez, hogy mindenki egy ugyanazon a pályán játszik, ez megint egy negatívum, hiszen Nincs saját. Nincs saját. Nem tudod megvédeni a váradat tulajdonképpen, és nincs szomszédvári rangadó sem, hiszen ott van 30 csapat ugyanazon a pályán, akkor mindegyik rivális. Mondja ezt a Laci, aki az Erős Vár, FC. Igen, nem véletlenül használtam a vártot. Igen, de... nyilván a, a helyszínhez kötődés is egy nagyon-nagyon fontos dolog, de azért azt is el kell mondani, hogy a legtöbb Amatőr Egyesület vidéken is, vidéken se önfenntartó, tehát azért nagyban függenek az önkormányzatoktól, és ugye ez jelenti a problémát, hogy az önkormányzatoknak viszont most be kellett húzni egy kicsit a kéziféket a rezsi számlák miatt. Még egy utolsó ö, felvetést engedj meg nekem. Ö, visszatérve az elejére, és akkor itt tulajdonképpen írtunk egy kört, a sportolóval kapcsolatban ö, számos alkalommal tapasztaltam már olyat, ö, akár csapattársal, akár ellenféllel kapcsolatban, hogy, hogy azt látom a, az amatőr focistákon, hogy, hogy nincsen kedvük ott lenni a pályán, nincsen kedvük focizni, ö, nincsen kedvük feláldozni a hétvégéjük ö, egyik napjának a felét, azért, hogy elmenjenek a város másik végébe, esőben, hóban, fagyban, és, és egy nagyon gyenge színvonalú meccsen mondjuk játszanak egy egy döntetlen, vagy ami még rosszabb, kikapjanak 6 ra Miért van az szerinted, hogy gondolom ez hasonlóan lehet a megyei bajnokságokban is, de miért van az, hogy ennek, ezek ellenére ugyanezek az emberek minden hétvégén ott vannak, és minden hétvégén csinálják? Ugye, amiről beszélsz, az egyébként inkább arra generációra jellemző, amelynek talán az egyik, tehát amelynek végén járok én, az alján, az a 30 pluszosok. Nem tudom, ezek szerint nálatok 20 éveseknél is vannak még ilyen vannak, vannak fanatikus idióták. Vannak időt, igen. Is, igen, de... Szóval én úgy gondolom, hogy azért, mert nagyon sokan annak idején, akik elkezdtek gyerekként focizni, önmagukat a labdarúgás köré definiálták. Tehát ugye mindenkinek nagyon fontos az, hogy legyen egy fix pont az életében. És hogyha, és hogyha az éppen a labdarúgás lett, még akkor is, hogyha csak amatőr szinten tudod űzni, akkor hiába jönnek a kudarcok, pofonok, hiába sértődsz meg, veszel össze mindenkivel, akkor se tudsz róla elmondani, hiszen 15-20-30-40 éve ebbe vagy, ebbe élsz, és ugyanúgy várni fogod a meccset a hétvégén, hogyha tudod akkor is, hogy hogy, hogy valószínűleg pofon lesz a vége, akkor is megpróbálod azt, hogy, hogy kicsit jobb eredményt érjél el. Aztán lehet, hogy ez a lelkesedés az ötödik percben, amikor már kettőt kaptál, akkor már elkopik, de, de nem tudsz ebből kiszállni ebből. Ez szerintem nem lehet abba hagyni, és ezért is jó és követendő példa Magyarországon a sok sok öreg fiúk bajnokság. Kettőt kaptál, és még a térd is fájott perc után. Ha csak a télden fájna. De akkor ezek szerint, a, ha a személyekből indulunk ki, akkor még sincs nagy bajban az amatőr foci, vagy nagy veszélyben. Az amatőr foci azért van nagy veszélyben, mert azért ezek a fanatikusok azért tényleg most már 40 Mindegyiket eltétják fél évre, aztán Mindegyiket... nem, tudnak, nem tudják lehetszeni Ez a az egyik, igen, ez is előfordul. A másik meg az, hogy gyakorlatilag a, a, az amatőr bajnokságok most már nevezhetőek öregfiúk bajnokságnak is, hiszen 35 fölött játszott öregfiúkba, és a legtöbb játékos az amatőr bajnokságokban 35 fölötti. Köszönöm szépen a beszélgetés Leventének. Én is köszönöm. Viszont hallásra.